Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk kint Huba Imre gazdaságában, Berekfürdőben, és egy nagyon fontos dologról fogunk beszélgetni, hiszen mint gazdálkodót nagyon érinti, hogy a földtörvény vitáját ma elkezdi a parlament, és heteken belül elfogadják az új földtörvényt. Úgy tudom, hogy ön végigkövette ennek az előkészítését is. Igen, hát a földtörvény előkészítésében egy magos vezető részt vettem, meg mint gazdálkodó is természetesen mindkét vonatkozásban érintett vagyok benne, meg mint földtulajdonos is. Tehát gyakorlatilag a földtörvény, a készülő földtörvény, ez egy nagyon komoly, előzetes munkát követelt meg valamennyiünktől, akik érintettek vagyunk benne, de valóságban az egész nemzetgazdaság minden tagját érinti a földtörvény, hiszen nemzeti kincsünkről van szó, és hát a magyar föld az egy igen nehéz, sokszorosan átszervezett, sokszorosan átalakított rendszernek a végén vagyunk most jelenleg, és mindenképpen ugye a kormányprogramnak is része volt az új földtörvény megalkotása. Ez az új földtörvény úgy gondolom, hogy minden szempontnak megfelel. Nyilván még a vita kapcsán finomítások lehetségesek, meg lesznek is, biztos vagyok benne, de mint uniós tagállam a föld moratóriuma 2014. május 1-ével lejár, éppen ezért sürgetően hatott ránk, hogy az új földtörvény, ami életbe fog majd lépni nyilvánvalóan, megfeleljen a kistermelői, az őstermelői, a családi gazdaságok, a vállalkozások részének, hogy a biztonságos, folyamatos, fenntartható fejlődésnek megfelelő gazdálkodási alapokat biztosítsa a gazdálkodók számára. Éppen ezt akartam kiemelni, hogy ma reggel hallottam Fazekas Sándor miniszterelnöket nyilatkozni, hogy azért tartja jelentősnek, hogy a földműves fog majd kapni földet, tehát éppen ezzel a korábban színlelt haszonbérleti szerződéseket is föl lehet számolni. Igen, hát egyik alapkategória az, hogy a földtulajdonlást, illetve a földvásárlást a földműves vásárolhat földet, megfelelő iskolai végzettséggel, szakmai tapasztalattal a háttérben, és hát ez egy olyan biztonságot jelent valamennyiünk számára, gazdaság szempontjából, nemzetbiztonsági szempontból is, hogy ezeken az alapokon ez a mezőgazdasági tevékenység, ez a gazdálkodási forma hosszú távon, fenntarthatóan, eredményesen, versenyképesen tud a gazdák számára egy alap jog hátteret biztosítani, amely lehetővé teszi a gazdaságos termesztést, a gazdaságos jövedelmező megoldásokat, és hosszú távon be lehet rendezkedni a mezőgazdálkodás minden egyes részére. Azt hiszem, hogy ez azoknak is jelentős lesz, akiknek mondjuk most van tanyája, és tanyájuk, mert maximum 1-2 hektár földjük van, mert többet nem tudtak vásárolni, és nem tudnak állatokat tartani, tehát egyfajta tanya gazdálkodás is jobban megindulhat ezután. Hát igen, nekünk már van egy nagyon jó működő tanyaprogramunk, már második évért, a jövőt illetően még további fejlődés várható ezen a téren. A tanyás gazdálkodás az magával hozza a helyben foglalkoztatás gyakorlatilag a minőségi, költségtakarékos gazdálkodási formát, illetve hát a másik fő volumen a mezőgazdaságban az állattenyésztés, az állattartás. Ez egy olyan jelentős tényező, hogy a gazdálkodásban az állattenyésztésnek a feltételrendszerét megfelelőképpen tudja biztosítani, így a új földtörvény, akik állattenyésztéssel kívánnak foglalkozni, lehetőségeket biztosít arra. Ezen kívül az élethez igazítja a lehetőségeket jogszabályi garanciákkal, ahhoz, hogy a földművesek megfelelőképpen tudják a földet művelni, tudjanak állatot tartani, feldolgozni a termékeket és a piacon értékesíteni. Hát azt hiszem, hogy utána mi fogunk mi erről sokszor beszélni, hiszen a helyi értékesítésről önnel is többször beszéltünk már, hogy szeretnének helyi piacokat beindítani, hogy helyben lehessen értékesíteni, és minél nagyobb feldolgozottsági szintben ezeket a megtermelt javakat, amit itt a karcagi bereki határban megtermelnek a gazdák. Igen, hát a megtermelt terméket fel kell dolgozni, feldolgozni, illetve eltartani kell, illetve a piacon folyamatosan megjelenve vele, a hozzáadott érték a mezőgazdasággal foglalkozó földművesnek egy olyan piaci lehetőséget garantál, biztosít, amely a
nyereséges termesztés garantálja hosszú távon, biztonságosan lehet megoldani olyan feladatokat, ilyen problémákat, amelyeknek már a hagyományai, több évszázados hagyományai megvannak, és ezeken alapul modern eszközökkel a mai viszonyok között, és hát a piacnak a központi szerepe, szabályozó szerepe meghatározó a gazdálkodók számára, illetve hát a földművesek számára. A piacról és a törvényi lehetőségekről szóltunk, most közben elkezdett esni az eső, azt hiszem, hogy mind gazda ennek nagyon örül, mi egy picit most ázunk, de a földnek ez nagyon jót tesz, ez akár pár csepp eső is, hiszen több száz milliméter hiányzik a karcegi határból a földből most. Hát igen, majdnem egy éves csapadékmennyiség hiányzik a talajokból, de a elmúlt időszakból olyan 40-50 mm közötti csapadék hullott. Bízunk benne, hogy a talajnak a vízkapacitás, ami 180-250 mm, az a téli évszakban le fog hullani, és hát biztonságot jelent majd a termesztés során, úgy a gabonafélékre, mint a tavaszi vetésű növények számára. Ez a mennyiség már a meddig lehullott, ez is lehetővé tette a jobb talajművelést. A időbe vetett gabonák kikeltek, és biztonsággal, meg bizonyossággal tudunk a jövőre tekinteni, illetve bizalommal, hiszen ha vetünk, szeretnénk aratni is. És hát azt hiszem, hogy 2014 májusától akkor majd itt Karcagon is biztos olyan gazdák is lesznek, akik akkor fognak nagyobb területhez hozzájutni, és biztos lesznek olyanok is, akik akkor fognak elkezdeni gazdálkodni, mert akkor lesz meg a végzettségünk, vagy akkor lesznek meg azok a feltételek, amikről az előbb beszélt. Igen, hát a törvénynek olyan kihatása is lesz, hogy a gazdálkodók számára a megfelelő feltételeket, a megfelelő birtoktestet biztosítják ahhoz, hogy eredményesen, versenyképesen tudjanak gazdálkodni, illetve kedvet kapjanak, mert egy biztonsági háttér az a jogszabály, amely a földtörvénybe benne foglaltatik, az a gazdálkodók számára egy olyan jelentős alapot biztosít a jövőt illetően, hogy hosszú távon be tudnak rendezkedni a talajművelésre, az állattenyésztésre, a feldolgozásra és az értékesítésre egyaránt. Hát akkor még szerintem a vita végén, amikor a parlament elé már végszavazásra kerül a törvény, akkor még vissza fogunk erre térni, hogy értékelje az elfogadott törvényt. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen, én bízok abba, hogy ez a földtörvény megfelelő alapokat biztosít a továbbiakban a gazdálkodók számára.